Kedves nézőink, ez már a Weekend második része, és ígértem önöknek egy kis színházat. Stábunk a Kék bolygó című gyermekdarab próbáján járt, ahol maga a főszereplő Vicces Vilmos mesélt az utazásról. Vicces Vilmos vagyok. Alias Csillagvándorosi Vilmos. Munkamester. Majd ne arra kutyatok már, srácok, de ez mind annyira hallgató és ultra uncsi, hogy mindjárt elalszom. Ti tényleg nem szoktatok csinálni? Nem izgalmasak? Teli holdkor gyakran kimegyünk a sziklaszértre a tengerparton. Teli holdkor. Viszem a hálómat is. Fölmászunk a sziklaszért legtetejére, és megvárjuk, amíg a denevérek kirepülnek a barlangjukból a holdfénybe, és akkor a hálóval elfogjuk a denevéreket, mint a halakat, és a húsukat megsütjük, és a szemükből pedig pont ilyen gallért csinálunk, mint ez itt. Felébrednek a pillangók a lepkebarlangban, és a levegőben lebegve kergetik a napot a bolygók körül, egészen addig, míg újra vissza nem térnek a barlanghoz, hogy elaludjanak. Ennél nincs szebb és izgalmasabb a világon. Igen, és olyankor mindenki énekel örömében, és pillangókkal van tele az egész világ. És annyira boldogok és izgatottak vagyunk, hogy a boldogság az a következő pillangó vonulásig kitart. Nézni a pillangókat, aha! De hát én valami olyat akarok nektek mutatni, srácok, ami ennél sikkel sokkal überizgalmasabb. Ráadásul különleges, kiárusítási csomagban, akció-pakciós csomagban, kiárusítási kedvezménnyel. A Kék bolygó a darabnak a címe, és gyerekdarab. Kicsit félelmetes a fizimiskád, mit szólnak hozzá a gyerekek? Hát tapasztalatom szerint csak a felnőttek félnek tőlem, mert a gyerekek tökéletesen a helyemen tudnak kezelni. Én nem vagyok jó fej, és ők ezt nagyon hamar kiókumlálják. És a szülők akkor félnek tőled, és mi az, ami miatt te igazán félelmetes vagy? Mert borzalmasan nagy a karizmám, és az a helyzet, hogy mindenki bedől nekem elsőre. Szerencsére a gyerekek elég okosak. Aztán hamar rájönnek, hogy a karizma nem minden. Itt a próbák során nagyon sok gyerekkel találkoztál. Mennyire félemlítetted meg őket, illetve mi az, amit mondjuk te tanultál tőlük? Hát tulajdonképpen erre a kérdésre egyáltalán nem lehet válaszolni, mert én egyáltalán nem vagyok félelmetes, hanem nagyon-nagyon jó fej, szeressenek, könyörgöm, szeressenek. Igazából szóhoz se jutok, annyira lehengerlő a te karaktered. Gyerekek tanultak tőled, vagy te tőlük? Szóval nem hagyod ezt a kérdést. Nagyon-nagyon jó riporter vagy, és tulajdonképpen azt szeretném inkább én kérdezni tőled, hogy eljössz-e megnézni ezt az előadást, mert akkor meglátod, hogy hogyan reagálnak a gyerekek, és hogyan reagálhatnának a felnőttek, hiszen te végül is felnőtt vagy. Tényleg sokkoló, megértem, hogy a felnőttek egy kicsit beparáztak tőled, de beszéljünk komolyan is tudsz beszélni? Természetesen. Most, tehát a gyerekekkel az van, hogy a gyerekek mindent tudnak, tényleg. Tehát nagyon hamar, szerencsére a helyén van a szívük, és nagyon hamar rájönnek arra, hogy manipulálni akarom őket, bár ezt a szót nem biztos, hogy ismerik, de egy csomó horror lényt ismernek, tehát lehet, hogy ismerik ezt a szót is, és onnantól fogva arra buzdítják a színész gyerekeket, hogy ne higgyenek nekem. Ami egyébként nekem nagyon fáj. Nagyon fáj. Kicsit sírok belül. A Kék bolygón élsz te is, és hát de hogy élek a sokan kék mások. Én Csillagvándorosi Vilmos vagyok. Vándorlok az egész univerzumban, sőt a multiverzumban is. Történetesen ezen a történet, vagy ebben a történetben éppen megérkezem a Kék bolygóra. Igen? Milyen ez a Kék bolygó? Mesélj erről egy picit.
Istenem, annyira szép az a bolygó. Hát kék, sok benne a víz, van néhány sziget. Azon élnek gyerekek, nagy boldogságban, nagyon fiatalok. Ez nekem nagyon fontos, hogy ők nagyon sokan vannak, és nagyon fiatalok. Igen. Gyönyörű a bolygó, tényleg. Egyébként élvezett ott élni, és hát élvezett megérkezni is. Hogyan fogadtak, amikor megérkeztél erre a bolygóra? Kitörő örömmel, ovációval természetesen. És meddig maradsz, vagy egyáltalán mik a céljaid itt a kék bolygón? Hát, ha elmondanám, akkor meg kellene, hogy öljelek. Nem, hát nem mondhatom el, hogy mik a céljaim, hát akkor miért jönnél? Egyébként az, hát neked mi a célod az életben? Az, hogy boldog legyél, nem? No. Többé-kevésbé. Hát, nekem is az. Boldog akarok lenni. Sőt, azt szeretném, hogy mindenki más is boldog legyen. Méghozzá pontosan úgy, ahogy én akarom, hogy boldogok legyenek. És szerinted, hogyha valaki téged meglát, akkor boldog? Természetesen igen. Látom a szemedben az örömkönnyeket. Na, mesélj egy picit a lakókról, akik a kék bolygót lakják. Milyen emberek ők? Nagyszerű, okos, furfangos kisgyerekek, és hát mondtam már, hogy nagyon fiatalok. Nagyon kedves, jóra való gyerekek, szeretik egymást, barátságban élnek, amíg meg nem érkezem, persze. Nem félsz attól, hogy esetleg ők meglágyítják a te szívedet, és nem leszel ilyen gonosz? Én nem vagyok gonosz. Én nagyon jó vagyok. Én nagyon szeretem saját magamat. És a gyerekeket is nagyon-nagyon szeretem. Elmondom még egyszer, nagyon-nagyon szeretem. De hogyha magadat ennyire szereted, akkor az önzőség. Nem. Én pont annyira szeretem a gyerekeket, mint magamat. Pont úgy, pont olyan okos, bölcs szeretettel, ami egyáltalán nem követelőző szeretet. És nem szoktam hazudni, nem, még mielőtt megkérdeznéd, nem. Soha életemben nem hazudtam. Nagyon kis fura figura vagy te. Nem vagy a fura! Na és mi lesz, hogyha elmész erről a kék bolygóról? Hát, gondolom elmegyek egy másik bolygóra, ahol ugyanúgy boldoggá teszek mindenkit. Melyik lesz a következő bolygó? Meg lesz a következő, az Alfa Centaurira megyek, az Alfa Centauri rendszerbe, és akkor ott majd meglátjuk. Hát amelyik a leginkább lakhatónak tűnik. Egyébként nagyon jól elboldogulok a baktériumokkal is. Azok igazán jó fejek. És nem állnak ellen általában. A következő utazásaidat is láthatjuk majd? Hát persze, ha nagyon szépen megkértek, akkor minden bizonnyal elmesélem, hogy merre jártam, hogy hová tartok, meg ilyenek. Köszönjük, nagyon várjuk. Igen, és ha esetleg meg akarnád kérdezni, politikai karriert is fontolgatok. Szóval szavaz rám! Farkas, acsarogjál, vicsorogjál, üzd el innen a sok bárány, ne pisíjetek le!
Február közepén tartunk, ez pedig egyet jelent a disznóságok időszakával. Természetesen a disznótoros fesztiválokra és a falunapokra gondolok. Hamarosan Nagyecsed is bemutatja a hagyományokat, vendégünk Kovács Lajos, a település polgármestere. Jó estét kívánok! Hát nem ebben az évben mutatjátok be először, ugye? Ez már a 12. alkalom. Így van, szép jó estét kívánok én is. Valóban 12. alkalom, azt gondolom, hogy ez már jelent valamit, és mindenképpen egy visszaigazolása annak, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor hozzákezdtünk ehhez a programhoz, akkor nem gondoltuk, hogy ennyi időt fog ez megélni. De hát a 12 év alatt számos olyan élmény kapcsolódik most már ez a rendezvényhez, ami elengedhetetlenné teszi, hogy folytassuk ezt a programsorozatot. Meg kell mondani őszintén, hogy ez az első alkalommal tulajdonképpen egy helyi kezdeményezésre, egy helyi Nagyecseden belüli baráti társaságok, civilek összefogásával létrejött kis házi rendezvénynek indult. De hát most már ott tartunk a 12. alkalommal, hogy a tavalyi évről tudok természetesen konkrét adatokat mondani, de a tavalyi évben például már 22 csapat jelent meg a rendezvényterünkön, és 22 disznót vágtunk le, és azt gondolom, hogy ez most már elérte azt a nagyságrendet, amit már nem is nagyon szeretnénk túllépni, tehát azt a fajta célt, amit mi kitűztünk magunk elé, hogy a nagyecsediekre a térségben, közvetlenül a szomszédságban élők érezzék jól magukat, és mutassák meg egymásnak azt a hagyományt, ami ma már egyre inkább kikopott a köztudatból, ezt a célt maximálisan betölti, sőt most már picit túlnőtte, de nem is nagyon tervezzük ezt nagyobbra húzni ezt a rendezvényt. Változott valamit egyébként maga a hagyomány 12 év alatt? Nyilván az a cél, hogy az autentikus fogásokat mondjuk a mai generáció is lássa, de hát vannak olyan modern technikai vívmányok vagy eszközök, amit gondolom, hogy használnak, vagy tényleg továbbra is azt szeretnétek, hogyha egy ilyen disznóvágás úgy nézne ki, mint 50-80 évvel ezelőtt akár? Nem feltétlenül cél. Én azt gondolom, hogy nagyon jól elfér egymás mellett a hagyományos, tradicionális feldolgozás a mai modern technikával. Mind a kettő megtalálható. Tehát van olyan csapatunk, aki kifejezetten csak a hagyományos módszerekkel dolgozza fel a sertést, de természetesen megtalálhatók a legmodernebb technológiával elkészült elektromos berendezésekkel, csörlőkkel ellátott csapatunk is. És azt gondolom, hogy ez így jól van, hiszen valójában mai napig is megtalálható Nagyecseden, azért még egy kisvárosi családi házas övezetben a mai napig is azért megtalálható otthon is a civilben is a disznónak a feldolgozása, bár meg kell mondani, hogy most már egyre kevesebb számban történnek ezek. Egyre inkább elmodernizálódott ez a fajta disznóvágásos módszer, mondjuk így, és ma már az a jellemző, hogy inkább meghívnak hivatásos bölléreket a családi házhoz, eljönnek a profi felszereléssel, és így dolgozzák fel a disznót, és valóban a fiatalok nem látják már igazából azt, hogy hogyan történt ez a korábbi időszakban, ezért mi mindig energiát fektetünk arra, hogy hívunk meg olyan csapatot, aki megmutatja a technológiákat, a régieket is, így például innen a Párciumból, határon túlról, Romániából is két testvértelepülésünk vesz részt, Ukrajnából is vesznek részt, sőt, ugye most már távolabb vidékről is jönnek személyes kapcsolatok révén csapatok. Volt, amikor Budakesziről, most például Villányból érkezik egy csapat, aki megmutatja, hogy ott egy ottani sváb szokások szerint hogyan működik a disznó feldolgozása, meg hát a szokásos helyi civilek. Tudod, egy kicsit talán a humánum is benne volt, mert azért sokszor elég hosszú ideig tartott, amíg magát szegény disznót sikerült legyűrni, és tényleg kivéreztetni, és talán így a profik ezt egy picit gyorsabban csinálják. És én úgy gondolom, hogy a finom kulináris élmények mellett nyilván lesznek kulturális élmények is, és tényleg egy jó buli lesz ez a jövő hét szombaton. Milyen fellépőitek lesznek? Miért érdemes még hozzátok ellátogatni? Valóban így lesz, hiszen tulajdonképpen a programnak a váza az már adott és standard, tehát a szokásos reggeli 6 órás gyülekező után 6:30-kor a fogópálinka természetesen elfogyasztását követően történik a disznószúrás, amit a szokásunkhoz híven a zsűri fog értékelni, hogy ki milyen módon, visszatérve az előbbi gondolatodra, hogy ki mennyire profin és milyen gyorsan tudja ezt elvégezni, és azt követően pedig mindenki hozzákezd a sertésnek a
a feldolgozásához a saját kis standján, majd 10 órától lesz egy protokoláris megnyitó, ahol a meghívott vendégekkel közösen ünnepélyesen megnyitjuk a rendezvényt, és hát mindig van egy fellépőnk, aki szórakoztatja az odajövőket a rendezvény sátrunkba, ez pedig most is, mint legtöbbször egyébként az MC Haver és a Teknő nevezetű formáció fogja, én azt gondolom, kiválóan ideillő mulatos zenével szórakoztatni a nagy érdeműt, és hát természetesen az egész nap folyamán lehetőség lesz a frissen készült húsokat, sülteket, hagymásvért kóstolni, és hát arra is gondolunk mindig, és az idén is ez így lesz, hogy már reggel gyakorlatilag a gyülekezőt követően előre mi hozzákészülünk, hogy lesz egy olyan profi standunk, ahol már a hagymásvértől a frissen sültekig mindenki kóstolhat, nem kell megvárni, míg a csapatok odaérnek, hogy abból elkészül, hanem már előre bekészített, de természetesen friss disznóhúsból már előre elkészített ételekkel várjuk a kedves vendégeket. Hát köszönjük szépen! Remélem, hogy überelitek a tavalyi rendezvényt, és még több éhes száj jól lakottan távozik majd a 12. Lápi Disznótoros Fesztiválon. Legyen így! Kedves nézőink, csak hogy egy kicsit kedvet csináljunk a rendezvényhez, bemutatjuk Kéri Péter operatőr kollégánk kisfilmjét, címe pedig Régi idők disznótora. A régi falusi emberek életében a disznóölés és a disznótor ünnep volt, mivel egész évben alig jutottak húshoz. Ilyen tájt régen még a gyerekek sem mentek iskolába. A disznóvágások András naptól egészen farsang végéig eltartottak, ugyanis ilyenkor nem romlott meg a hús a hidegben. Sokáig el lehetett tartani, felfüstölve, bödönben lesütve a húsokat. Az András nap több szempontból is fontos, hiszen ezzel a nappal kezdődik az advent időszaka. Innentől a zajos mulatságok, esküvő, táncmulatságok megszűnnek, a muzsika szó farsangig hallgat, ezért a régi mondás szerint András zárja a hegedűt. Valamint ilyenkor már elkezdődnek a disznótorok is, a nép tréfásan így nevezte, disznóölő Szent András. A korábban Magyarországon elterjedten tenyésztett disznók, például a mangalica, sok szalonnát adtak. A belőlük kisütött zsír a mindennapos főzés egyik alapanyaga volt. Ma inkább hússertéseket tenyésztenek, de szalonnája ezeknek is van. Már kora hajnalban talpon volt az egész háznép apraja nagyja. Hamarosan megérkezett a böllér, a disznóölő, mert azt tartja a mondás, a saját disznóját senki nem vágja le szívesen. A kisebbek a disznófarkát foghatták, a gazdaszonyok pedig egy nagy tálba felfogták a vért, amit később a véres hurkába tettek, vagy reggelire sütöttek meg. Elég volt, reggeli van. Mester uraknak is reggeli van. Kettő hálam ért élni. Finom. Finom sokáig él a gazdaszony. Sok reggelit készítsen még nekünk. Ugyan. A leült disznót jó száraz szalmával borították be, aztán meggyújtották rajta. Ezzel égették le a szőrét, a sörtéjét. Ez volt a pörzsölés, vagy másképpen perzselés. Alig várták, hogy a disznót megöljék, már visszamentek megint pálinkázni. Egészségünkre! Hosszú, kemény, vastag legyen a hentesnek a farka. Az idő alatt előtte a disznót, hogy megölték, meg se nézték, hogy éljél még, vagy nem. Szalmával beszalmázták minden, hogy na, utána majd, ha kijönnek, hogy tudják azonnal perzselni. De ez időközt volt olyan, aki ügyes volt, a szomszéd, elhúzta a disznót a szalmakazor mellé, és a toló targoncát tette be helyette, és azt szalmázta be. Azt perzseltek meg, csak akkor vettek észre, mikor a szalma leégett, hogy nem is a disznót perzselik.
Közben-közben megkóstolták, mert nagy hidegek voltak, a gazda pálinkáját, forralt borát, amitől már is jobban ment a munka kint a szabadban. Amikor megmosták a disznót, következett a feldolgozása. A sertés minden részéből készül valami. A hasítás vagy bontás kétféle lehet. Mindkét bontási műveletet megelőzi a sertés hasoldali felhasítása, a belek belsősége kivétele, valamint a fej és a háj eltávolítása. Az orjára bontás, amikor a gerinc melletti bordacsontokat elvágva a gerinc egyben marad. A karajra bontás, amikor a gerincet pontosan középen ketté hasítják. Ezt a műveletet nagy késekkel, a csontoknál bárdal végzik. Ezután kerül a bontóasztalra, ahol a féldisznókat további főrészekre. Fej, tokaszalonna, háj, oldalas, sonka, szalonna, csülök és köröm bontják. A két féldisznóról lefejtik az oldalast, kivágják a szalonnát, majd a karajt és a sonkákat. A fejet megtisztítása után abálják, kicsontozás után a hurka alapanyagát képezi. Kivéve a tokaszalonna, amelyet egyes helyeken paprikás szalonnaként csécsi szalonna sóval, fokhagymával ízesítve, majd lefagyasztva fogyasztanak el. A hájat rögtön a lefejtése után fagyasztják, hájas sütemények készítéséhez használják fel, vagy külön kisütik. Az oldalast lefejtik és kétféle módon tartósítják. Egy oldalast bárdal két-három részre vágnak úgy, hogy a húsrészek még összetartják, majd a pácolás után felfüstölik, vagy feldarabolják, megsütik, és a zsírszalonna kisütése után a levegő kizárásával forró zsírral leöntik. A szalonnát formázását követően pácolják, füstölik. A lapocka első sonkák feldolgozása is kétféle lehet. A csülök eltávolítása után vagy egy kis sonkát készítenek belőle, vagy kicsontozás után a kolbászhús alapanyaga lesz. A sonkát, hátsó sonkák, a csülök levágása után formázzák, pácolják, majd felfüstölik. A bontás után maradó kisebb húsrészeket lebőrözik, a bőrök egy részét abálják, és a hurka vagy a disznósajt alapanyaga lesz. A lebőrözött szalonnát felkockázva kisütik. A kisebb húsdarabkákat abálják, az egyéb húsokat és a nyers zsírszalonna egy részét a kolbász készítéshez összedarálják, más részét kisütik, és szép fehér sertészsírt és töpörtyűt nyernek belőle. A belsőségeket, a májat, a szívet, a lépet, és még sorolhatnánk, 95 fokos vízben megfőzik. Ezt a műveletet abálásnak is nevezik. Ezeket gyakran hurkába is töltik. A disznótor legismertebb ételei a hurka és a kolbász. Mind a két készítményt bélbe töltik. A beleket megtisztítják és előkészítik a hurka és a kolbász betöltésére. A hurkafajták igen változatos összetételűek és tájanként különböznek, azonban a legelterjedtebb a véres és a vér nélküli rizses vagy májas hurka készítése. Az abálást követően fejhús, főd, belsőségek, tüdő, máj, szív, vese és nyelv, bőrke és véres húsok, valamint főtrizs és vér hozzáadásával, egyénileg változó fűszerezéssel készülnek. A hurkákat kifőzik rövid, forró vízbe mártással. Ugyancsak kifőzik a gyomorba töltött, húsokat és porcos részeket is tartalmazó disznósajtot. A kolbász ledarált nyers hús, amit főleg paprikával, borssal, fokhagymával fűszereznek. A kolbászt, a szalonnát, a sonkát, a májas hurkát és a disznósajtot is megfüstölik. Az így sokféle módon, sózással, párccal, főzéssel, füstöléssel tartósított élelmiszerek fél éven át elállnak a kamrában vagy a padláson. A másik jellegzetes étele a disznótornak a toroskáposzta. Alapanyaga a friss hús, melyet pörköltszerűen készítenek el. Tájegységenként másképp ízesítik, babérlevéllel, borsikafűvel, majorannával, köménymaggal, csípős paprikával. Amikor végeztek a disznóhús feldolgozásával, ez estéig is eltart, következik a nagy vacsora, a disznótor. Ilyen jeles alkalomkor adománygyűjtés volt, és az alakoskodó játékok bemutatása. A falukban járták a disznótoros házakat a kéregetők, a lesők, a kántálók. Erre a kisebb-nagyobb fiúk vállalkoztak. Többen összeverődtek, és az ablak alatt rákezdték. Eljöttünk mi kántálni, kántálni, nem kell minket bántani, bántani. Mink is fogtuk a farkát, nekünk is egy darabkát. Benéztünk az ablakon,
Máré van az asztalon, Máré legyen gazdáé. Rétes ide rongyos, kalács ide dombos, hurka kolbász pecsenye, kántálók fizetése. Vivát! Ezekre a kántálásokra beengedték a fiúkat és megvendégelték őket, kaptak kóstolót is. Nem volt ajánlatos a kántálók elutasítása, mert akkor azok a jó kívánságok helyett gúnyverseket kiabáltak a gazdára. Szokás volt még a kóstoló küldése. Miután minden elkészült és vacsorához ültek, a házasszony a kis tálkákba minden finomságból kis adagokat készített. Kosárkába rakva a kis adagokat a ház apraja elvitte az arra érdemeseknek. Ilyenkor a rokonságot, a falu papját, vezetőit illet megvendégelni. Aki kóstolót kapott, attól elvárták, hogyha ő disznót vág, viszonozza az ajándékozást. Így a falu népe szinte egész télen kóstolóhoz juthatott. De előfordult ilyen eset is, melyet Móricz Zsigmond Disznótor című novellájában örökített meg. A disznótorra nem hívunk más, csak a szoros rokonságot. Ugyan a kétvejed nem érdemli meg, mert azok mindig csak kérnek, sosem adnak. Pedig tavaly is kettőt öltek, ezt nem küldtek volna belőle. No, hát ettünk náluk. Ettünk? A tiszteletes urat is meg kell hinni, meg a jegyző urat. De azért kell küldeni nekik, mert a tiszteletes asszony nem jöhet, hogy fáj a lába. A tanítóné asszony meg nem lehet hinni, mert a pap rosszban van véle. De mindenki nagyon számít rá. A jegyző úrnak is kell küldeni, mert az adót így is borsosan számítja. Hát küldjé! Boroskomáéknak, mert azok már kétszer is küldtek. Hajdusógornak, Pál István rokonnak, a bírónak, meg a kurátornak. Akinek muszáj, muszáj. Az ember előre megeszi a disznót. Gyönyörű szalonnája volt a disznónak, egy nagy arasszal nem érték át. Ó, a szegény, ez csupa hájra, zsírra hízott, micsoda derék jószág volt. Még sonkát is alig lehetett kivágni, az is csupa zsíradék. A gazda is nagy gyönyörűséggel dolgozott a disznóban, szerette, hogy ilyen teménytelen állat. Nagyon boldog volt. Csak akkor ilyet meg, mikor a hurkas kolbász töltésre került a sor. A felesége csupa-csupára elporciózta az egészet, még ki sem telt mind a 32. Hát, mit adunk most a disznótorban a vendégeknek? Kiszámították, hányan lesznek. Bizony, sokan. De hát ebből nem lehetett elvenni. Az asszony, ahogy kész volt egy porció, már küldte porcelántányéron, kit ide, kit oda. Gyerek volt elég, aki vigye. Ott maradtak az üres teknővel. Csak elbámultak, hogy nekik igazán semmi sem maradt. Se hurka, se kolbász. Vágj csirke egy kacsát! A disznótorra megjöttek a rokonok, 16-an, és ették a csirkepaprikást, meg a kacsapörköltet. Végre felkiáltottak. Hát hon van már az a disznó? Kedves nézőink, remélem sikerült kedvet csinálni valamelyik környékbeli disznótoros fesztiválhoz, hogyha a hagyományokra kíváncsiak, de mint láthattuk, igazán önfelett szórakozást kínál a Kék bolygó is a Móricz Zsigmond Színházban. Szemezgessenek bátran a programok közül, és tartsanak velünk a jövő héten is, addig is kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!